Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben, a te nagy nevedet hívtuk segítségül ennek az évnek első reggelén, és a te szent színed előtt alázzuk meg magunkat utolsó estéjén. Magasztalunk téged megtartó hűségedért, gondviselő szeretetedért. Köszönjük, hogy ilyen végtelen nagy türelemmel szenvedsz el bennünket. Köszönjük, hogy te méredek bűnünkre adtál bocsánatot az elmúlt évben, és köszönjük, hogy az idén sem bűneink szerint cselekedtél velünk, és nem fizettél nekünk a mi álnokságaink szerint. Bocsáss meg, Urunk, hogy szinte minden parancsodat áthágtuk. Bocsáss meg azt a sok engedetlenséget, értetlenséget, nehézkességet, hitetlenséget, amivel folyamatosan szomorítottunk téged. Köszönjük, hogy te ennek ellenére hű voltál. Köszönjük, hogy megadtad a mindennapi kenyerünket, és elkészítetted mindennapra az igét is. Köszönünk minden meghallgatott imádságot, és azt a sok áldást, amit olykor kérésünk nélkül is adtál. Köszönjük, hogy a próbákat is javunkra használtad, és köszönjük, hogy a nehézségek, a veszteségek idején vigasztalónká lettél. Áldunk azért, mert a te szereteted bizonysága, hogy ma este is van még szavad hozzánk. Könyörülj rajtunk, és tedd az emberi szót teremtő igévé, minket pedig segíts, hogy úgy hallgassuk azt, mint amit te üzensz nekünk. Engedd, hogy meghalljuk és cselekedjük. Igéd és szent lelked által így munkálkodj bennünk ebben a csendben. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Mózes 5. könyve 8. részének első 6 versében így olvasható. A Mózes 5. könyve 8. részében így szól Isten igéje. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. És megsanyargatott téged és megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amit nem ismertél, sem a te atyáid nem ismerték, hogy tudtod-e adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. A te ruházatod nem kopott le rólad, sem a te lábad nem dagadt meg, immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, te Istened. És őrizd meg az Úrnak a te Istenednek parancsait, hogy az ő útján járj, és őt féld. Isten akkor mondta ezeket a szavakat az ő népének, amikor megérkeztek az ígéret földjének a határához. Véget ért a pusztai vándorlás, egy új életszakasz kezdődött a számukra, és mielőtt átlépték a vágyott földnek a határát, Isten arra biztatta az övéit, hogy nézzenek vissza, és tekintsenek előre. A visszanézés tartalmát így jelölte meg, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened. És az előre tekintése nézve azt olvashatjuk a következőkben, hogy ha majd bevisz téged az Úr arra a földre, akkor ... Mi is egy esztendő végéhez értünk, és mielőtt átlépünk az újba, Isten arra bátorít minket is, hogy álljunk meg néhány percre, és emlékezzünk, és benne vetett reménnyel nézzünk előre. Az emlékezésünk tartalma ez, az egész útról emlékezzél meg,
amelyen az Úr hordozott téged. Aztán, ha Isten segít minket, holnap majd folytatjuk az ige ezután következő részével, hogy ha majd bevisz téged az Úr arra a földre. Ebben a mai üzenetben három nagyon hangsúlyos kifejezés is van. Emlékezzél az egész útra, amelyen az Úr hordozott, és el ne felejtsd, hogy ő hordozott téged, a te Istened. Vagyis Isten ma este egy kis munkára hív bennünket. Azt akarja, hogy tanuljuk meg feldolgozni egy esztendőnek, vagy úgy általában a múltunknak a hatásait, élményeit, tapasztalatait. Olyan sok ember fölöslegesen cipel terheket azért, mert nem dolgozza föl, vagy nem jól dolgozza föl az őt élt hatásokat. Másrészt pedig amiatt vagyunk szegényebbek lelkileg, szellemileg, mert nem visszük magunkkal a múltból azokat a kincseket, értékeket, amiket vihetnénk. Ó, esztendő utolsó estéje jó alkalom arra, hogy megpróbáljunk a helyére tenni mindent, és ezektől a hibáktól megszabaduljunk. Vannak dolgok, amiket el kell felejteni, nem kell velük foglalkozni a továbbiakban. És vannak, amiket nem szabad elfelejteni. Amikre nézve Isten igéje azt mondja, hogy meg kell jegyezni. Vannak dolgok, amiket nem kell emlegetni. És vannak, amiket újra és újra fel kell idéznünk, és meg kell említenünk. Van, amit ki kell dobni a tavalyi naptárral együtt. És van, amit feltétlenül be kell építeni a gondolkozásunkba, az életünkbe, a hitünkbe. Ebben az igében Isten az ő népét, és ma este minket arra bátorít, hogy tanuljunk meg az ő színe előtt helyesen emlékezni. Dobjuk ki mindazt, ami nem méltó az ő minősítése szerint, a raktározásra, a megjegyzésre, a továbbvitelre, és el ne menjünk azok mellett, a kincsek mellett, amiket ő azért adott, hogy gazdagabban mehessünk tovább. Különös az, hogy mennyire nem tudunk emlékezni, és milyen fontos Isten színe előtt helyesen emlékezni. Nyilván nem véletlen az, hogy olyan hangos nappá vált a szilveszter. Irtóznak sokan a csendtől, a magunkba szállástól, egyáltalán a gondolkozástól, az emlékezéstől, dolgok számbavételétől, tükörbenézéstől, hogy milyen is vagyok valójában, a mulasztásaink számbavételétől. Olyan veszedelmesen felszínessé vált sok embernek az élete. Vannak, akik az élményeiket egyáltalán nem szokták rögzíteni. Elmúlt, jöhet a következő. És így vannak sokszor egy évvel is. Vannak, akiknél a benyomásokból soha nem lesz gondolat vagy tapasztalat. Vannak, akik nem tanulnak a saját hibáikból, ismétlik azokat. Nem arra vannak berendezkedve, hogy az események formálhassák őket. Nem is akarnak formálódni, változni. Sokszor csodálkozom azon, hogy több ezer kilométeres külföldi útról is képesek úgy hazajönni emberek, hogy semmi lelki-szellemi gazdagodás nem látszik rajtuk, semmi említésre méltó emléket nem hoznak. Legfeljebb az, hogy ott jobb sört mértek. Szánalmas, szegényes élet az ilyen. Isten az ő népét megállítja a határon, és azt mondja, hogy majd beviszlek oda titeket. De most tessék visszanézni egy kicsit. Történtek említésre méltó dolgok. És a dolgokról, az eseményekről nézzetek följebb, aki az eseményeket irányította. Az Úr, te Istened hordozott téged ezen az egész úton. Tudatában vagytok ennek? Ha ez igazán tudatosodik, az nagyon meggazdagítja az embert, nem csak a jelen pillanatban, a jövőjére nézve is. Megtelik a szíve hálával. Egy későbbi kritikus helyzetben eszébe jut, hogy hiszen egy ilyenből már kiszabadított engem az Úr. Hiszen sok ilyenből kiszabadított már. Megtelik a szíve reménységgel. Egészen másként veszi az akadályokat az, akinek az Isten élményeiből tapasztalatok lettek. Hit tapasztalatok. Aki komolyan veszi a zsoltárosnak a figyelmeztetését, aki a saját lelkét figyelmezteti, mert lusta a lelkünk is erre,
hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Ha valamikor egy esztendő utolsó estéjén, különösen is hangsúlyos figyelmeztetése ez Istennek. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Mert csak ugyan ő hordozott minket, ennek az évnek az egész útján is. Ő irányította az eseményeket, és ő vezetett minket, csetlő botlókat az események között. Ő halmozott el sok jóval, miközben mi követelőztünk és elégedetlenkedtünk. Ő fordította még a rosszat is a javunkra, és ha nyitva volt a szemünk, akkor láthattuk, hogy bizony igaz ez is, akik őt szeretik, azoknak minden a javukat munkálja. Sőt, ő használt minket mások javára, ügyetleneket, erőtleneket, de az ő hatalmas kezében alkalmas eszközökké válhattunk. Van mire emlékeznünk. És különös, hogy az ilyesmire szoktak legkevésbé emlékezni az emberek. Mire emlékeznek szívesen? Emlékeznek a hős tetteikre, amiket újabb és újabb változatokban szívesen előadnak. Emlékeznek a kalandjaikra, amiket kiki fantáziájának megfelelően idővel kiszínez. Vannak, akik emlékeznek a sérelmeikre, és ki nem fogynak a sztorik elmeséléséből, hogy mennyi bántás érte őket. Vagy a jó tetteikre, amiket másokkal cselekedtek. Van, aki azt dalolja, hogy csak a szépre emlékezik. Van, aki csak a csúnyára. Megsebezték, kifosztották, becsapták, csalódott. Ilyen a világ, ilyenek az emberek. Szelektív az emlékezésünk is, mint ahogy a hallásunk. Amit meg akar hallani az ember, azt egy zsibongó, tágas helyiség túlsó sarkából is meghallja. Amit nem akar meghallani, vagy nem érdekli, azt ha ott mellette mondják, akkor sem jegyzi meg, vagy nem veszi komolyan. Most ezért gyógyítja Isten az ő népének az emlékezetét. Mert nagyon fontos, hogy emlékezzék meg az egész útról, amelyen az Úr hordozta őt. Miért fontos az, hogy az egész útról, hogy ne legyen szelektív, válogató az emlékezetünk? Azért, mert voltak ezen az úton áldások, és voltak próbák is. És kiki beállítottságától függően vagy az egyiket, vagy a másikat háttérbe helyezi, aztán el is felejti. Holott Isten azt mondja, hogy mind a kettőre nagy szükségünk van. Menet közben is, meg arra is, hogy helyesen emlékezzünk rájuk. Az áldások azért, hogy megteljen a szívünk hálával, majd erről még lesz szó. A próbákra pedig azért, mert az Úr, aki hordozott téged az egész úton, tudja, hogy miért adta a próbákat. Minden próbával célja volt, és minden próbának határa volt, és ezt ő szabta meg. Mi volt a próbák célja? Az, hogy kiderüljön, mi van a te szívedben. Megsanyargatott és megpróbált, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben. Ha nagyon közönséges képet használnék, mit csinálsz, amikor váratlanul ráugrik valaki a tyúk szemedre? Mit mondasz? Az van a szívedben. Mielőtt még rendeznéd a vonásaidat, legyűlnéd önfegyelemmel az indulatodat, mit mondasz? Milyen indulat szólal meg benned? Derüljön ki, hogy mi van a szívedben, mert szükséges megismerned magadat. Aztán derüljön ki, hogy ki a te Istened, mert szükséges megismerned őt is. És ez is leginkább a próbák között derül ki. Ahogyan ő szabadulást ad, ahogyan a rosszból is jót hoz ki, ahogyan még ellenségeidet is jó akaróiddá teszi. Ez őt dicsőíti. Kellenek a próbák, de ezek nem öncélúak. Isten nem szórakozik az ő népével, és nem gyötri a benne bízókat, hanem edzi, neveli. Mi a próbának a célja? Itt olvastuk az igében. Gondold meg azért a te szívedben, hogy ahogyan megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, te Istened. És őrizd meg az Úrnak a te Istenednek parancsait,
és féljed őt. Gondold meg, és őrizd meg. Isten mindig tanítja gondolkozni az ő népét. Nyitogatja a szemét, hogy lássa a teljes valóságot. Ne csak azt, hogy ez most nekem rossz, hanem azt is, hogy az én atyám tud arról, hogy ez most nekem rossz. És az én atyám elég hatalmas arra, hogy ezt a rosszat is a javamra fordítsa. Fogalmam sincs, hogy hogyan, de neki van fogalma erről. És így még a próba is kinyitja az ember szívét még jobban, az ő szerető Istene előtt, és közelebb viszi hozzá. Gondold meg, mondja Isten, és őrizd meg az ő parancsait, az ő útjait, és mindazt, amit adott. A mi emlékezésünkből az is következik, hogy úgy menjünk tovább a következő esztendőbe, hogy minden az idén megéltett igét, minden meghallgatott imádságot, minden átélt szabadulást, minden elfogadott bűnbocsánatot őrzünk, mint drága kincset, amit meg lehet osztani másokkal, amire emlékeztethetjük magunkat majd esetleg nehéz időkben, ami frissen tartja bennünk azt, hogy mi oda tartozunk a mi atyánkhoz. És jövőre hát, ha nem utólag vesszük észre, hogy ő hordoz minket az egész úton, hanem már előre kérjük és rábízzuk magunkat. Én a te kezedben érzem magam leginkább biztonságban, atyám, hiszen emlékezem arra, hogy mi mindent tettél velem, mi mindent tettél értem, és mi mindent adtál már nekem. Ne gondolkozás nélkül lépjük át ennek a két esztendőnek a határát. Jó lenne megoldani valahogy, hogy még ma szánjunk csendes időt arra, hogy emlékezzünk arra, hogy ő hordozott minket az egész úton. Tegnap beszélgettem valakivel, és megkérdeztem, hogy mi volt ennek az évnek a legjelentősebb eseménye az életében. Kicsit gondolkozott, aztán pittyeztett, és mondta, hogy semmi. Különösebb nem történt az idén. Ez eseménytelen év volt. És mondom, az se, amiért a tavasszal imádkoztunk. Isten egy nagyon nagy nyomorúságból szabadította ki őket egészen csodálatos módon. És azért annak idején néhányan nagyon keményen, álhatatosan könyörögtünk. Ja igen, hát az nem semmi, mondta ő, az nem volt semmi. És akkor, mintha egyedül lett volna, úgy hangosan elkezdett gondolkozni, hogy hát tulajdonképpen az egy nagy csoda volt. Az Istennek egy nagy csodája volt. És mi azért semmit nem tudtunk csinálni, ugye csak imádkoztunk. És akkor hirtelen, mint aki kapcsol, mondta, hogy hát az akkor egy imádság meghallgatás volt. Na de hát ilyen még sok más is történt az idén. És akkor kezdte sorolni, hogy Isten mi mindent tett velük, és mi mindent adott nekik, ami egytől egyig egyáltalán nem természetes dolog. És a végén azt kérdezte, tudna adni egy papírt? És kezdte írni a listát. És amikor egy hosszú lista összeállt, olyan jó volt együtt megvallani, hogy látod, Urunk, ilyenek vagyunk. Pittyeztünk, hogy eseménytelen esztendő, és közben tele van a te csodáiddal. Nem véletlenül mondja Isten ma este nekünk, hogy szállj rá időt, erőt, szedd össze magadat, koncentrálj, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen az Úr, a te Istened hordozott téged. Mi lesz annak a haszna, ha valaki ezt komolyan veszi? Sok mindent lehetne erre nézve mondani, három egyszerű, de a hitünket nagyon befolyásoló gyümölcsét hadd említsem a helyes emlékezésnek. Az első az lesz, hogy az ember az ajándékokról föltekint az ajándékozóra. Az is nagy dolog, ha valaki számba veszi és számon tartja az ajándékait, és nem pittyezget, miközben Isten elhalmozta napról napra csodákkal és áldásokkal, úgyhogy nem érdemeltük meg. Hát ez nem magától értetődik. Naponta sokszor hálát kellene adni nekünk, csak hát a hála lényege az, hogy az ajándékról föltekintek az ajándékozóra. És néha már ez is nehezünkre esik.
Ez nagyon fárasztó mozdulat a büszke embernek. Észrevenni, hogy ezt is az Úrtól kaptam. Ezt sem érdemeltem meg. Erre sem szolgáltam rá. Ezt sem köszöntem még meg. Ezt sem nekem adta, csak rám bízta, hogy adjam tovább másnak. És még mindig nálam van. Mérhetetlenül sok áldás származik abból, ha valaki nem spórolja meg ezt a mozdulatot. Számba veszem tudatosan az ajándékokat, és utána föltekintek az ajándékozóra. És kijön a számon, sőt, árad a szívemből az, hogy köszönöm. Az a nagy áldása ennek, hogy közel visz minket Istenhez. Hogy a tárgyaktól, amiket kaptunk tőle, a személyhez kerülünk egészen közel. Hogy a tárgyak is, vagy bármi az az ajándék, amit adott, az ő szent személyére hívja fel a figyelmünket. Az ember így látja a valóságot is sokkal jobban. Nem csak azt, hogy mim van, a legtöbben nem is azt látják, hanem azt, hogy mim nincs még. Mi van már másnak, nekem meg nincs. Ebből jön a keserűség. Ennél sokkal több az, ha látom, hogy mim van. Na de kitől kaptam? Pál apostol egyenesen ezt írja a korintusiaknak, hogy mit van, amit nem úgy kaptál volna. Mert megdolgoztam érte a két kezemmel, és kiadta a két kezet, és kiadott annak erőt, és kiadott lehetőséget, hogy dolgozzál a két kezeddel. Mit van, amit nem úgy kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, folytatja, hogy mersz dicsekedni? Ebből hálaadás születhet csak. Ez is ajándék, ez is ajándék, ez is ajándék. Milyen gazdag vagyok? A gazdagságára is akkor eszmél rá az ember, ha veszi a fáradtságot és hálát ad. Figyeljétek meg, hogy még az egymással való kapcsolatunkban is. Két szemét az visz igazán közel egymáshoz, amikor hálásak egymásnak, és amit kapott az ember, szinte akkor lesz igazán az övé, amikor megköszönte. Akkor érzem úgy igazán, hogy de jó, hogy ezt kaptam, és ez az enyém, ez kincs. Köszönöm szépen. Ez egyáltalán nem formális udvariasság az Isten és a hívő ember kapcsolatában. Ez a vele való közösségünket rendkívüli módon mélyíti. Hogy az ajándékokról föltekintek az ajándékozóra. Így jut el az ember oda, hogy felismeri a szenvedésekbe, a rosszba belerejtett jót is, illetve utólag hálát tud adni azért, hogy ami úgy indult, hogy próbatétel, megsanyalgatás rossz, Isten abból is valami jót hozott ki. Akkor mindjárt kevesen látják, és kevesen bízunk abban, hogy ez így van és így lesz. De az emlékezésnek ez is gyümölcse. Sokan ismerik, többféle változatban közszájon forog ez a történet, hogy a fiatalember elkeseredik, hogy éppen egy nagy mulatság előtt törte el a lábát, és most nem mehet el oda, és kiderül, hogy a következő héten váratlanul sorozást tartanak, és csak azért nem kell bevonulnia, és otthon maradhat az idős, özvegy, beteg édesapjával, mert eltörött a lába. Aztán bosszankodik, hogy elveszett a lova, de miközben keresi, aközben ismerkedik meg a későbbi feleségével, akivel évtizedeken át szeretetben élnek együtt. Először csak azt érzi az ember, hogy ez nem jó. Miért engedi az Isten? Miért éppen én? Miért megint? Aki ismeri a hálát, az sem azzal kezdi, hogy megköszöni a rosszat. Nem a rosszat kell nekünk megköszönnünk, hanem a rosszból is arra az Istenre föltekintenünk, akitől annyi jót kaptunk már, és aki megígérte, hogy aki őt szereti, annak a rossz is a javára szolgál. Ez az első nagy gyümölcse annak, ha akar emlékezni az ember. Ha Isten elé állva emlékezik. Aki így emlékezik, az sokkal magasabb szervezettségben éli át és értékeli mindazt, ami vele történt. Annak sokkal tágasabb a horizontja. Sőt, az nem csupán a láthatókat veszi komolyan, hanem a láthatatlanokat is. Legfőképpen magát a láthatatlan Istent. És hozzá kerül közelebb, miközben elsorolja neki mindazt, amiért hálás.
A másik nagy áldása az ilyen megszentelt emlékezésnek az szokott lenni, hogy éppen eközben hihetetlen módon megerősödik az ember bizalma Istenben. Mert ha ő ennyi mindent adott nekem, ha ő még a próbatételekkel is a javamat akarja szolgálni, akkor ő sokkal jobb és hatalmasabb Isten, mint ahogy gondoltam. És ha ezen az egész úton így hordozott engem, annak ellenére, hogy ilyen voltam, hogy ne bíznám rá magamat az út folytatására nézve. Az igazi hálából mindig ez a biztonságérzet, reménység, öröm, békesség is származik. Ha valaki fölismeri, hogyan munkálkodott Isten a múltjában, látatlanba rábízza a jövőjét erre az Istenre. Előre megköszönheti neki, hogy ő holnap meg holnap után ugyanolyan hűséges lesz, mint amilyen eddig volt, és akkor is meg fogja adni mindazt, amire szükségünk van. Ez nem nézőpont kérdése, testvérek, ez valóságlátás kérdése. A valóságot látja valaki, vagy annak csak egy töredékét, hogy most éppen mi történik velem. Így is mondhatnánk, hogy hit kérdése. Aki enged Isten felszólításának, hogy emlékezzél meg az egész útról, amelyen az Úr te Istenet hordozott téged, annak ez emlékezés közben rendkívüli módon megerősödik az Istenbe vetett bizalma, a hite, és békessége lesz, ha a jövőre gondol akkor is. És még egy harmadik áldását hadd említsem a helyes emlékezésnek, ami így esztendő végén megint csak nagyon fontos mindannyiunk lelki fejlődése szempontjából. Ez pedig az, hogy ha Isten színe előtt kezd emlékezni valaki, akkor menthetetlenül eszébe jutnak a bűnei is. Mit csinál velük? Ilyenkor szoktak az emberek valami olyan eszközhöz folyamodni, ami megnehezíti a további józan gondolkozást, ami lehetetlenné teszi a számadást, egy szóval zátonyra fut ez a fáradozás. Isten itt is segítségünkre jön, és azt mondja, hogy az óriási dolog, ha valaki már látja a bűneit. Ha az emlékezése során nagyon élesen és fájóan elé jönnek a mulasztásai, a hamisságai, mindaz, amin már nem segíthet, vagy amin esetleg még segíthet. A kérdés csak, hogy mit csinál velük? Ilyenkor nagyon fontos komolyan vennünk, hogy ő bővölködik a kegyelemben, és gazdag a megbocsátásban. És azt mondta, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. Nem kell tehát tovább cipelni a bűnöket, de nem kell strucca módra a homokba dugni a fejünket sem, mintha nem vádolnának. Sok bűnt követtünk el ebben az évben is. De amit már megvallottunk, azért újra és újra adjunk hálát, hogy megbocsáttatott. Az nem szabad, hogy gyötörjön minket. Amit pedig még nem rendeztünk, Istennel és emberrel rendezni kell minél előbb. És az sem szabad, hogy tovább gyötörjön bennünket. Amit meg ellenünk vétettek, azt legjobb megbocsátani és elfelejteni. És nem újra és újra számon tartani, elősorolni és emlékezetünkbe idézni. Ha minket ért sérelmeket, nyugodtan elfelejthetjük. De emlékezzünk meg arról, hogy az Úr kész megbocsátani, vagy megbocsátott, és hogy ő most is kegyelemmel várja a bűnbánó bűnöst. Ha megvalljuk, szilveszter este a töredelmes bűnvallásnak az alkalma is. Egyebek között ezért is szoktunk éjfélkor úrvacsorát készíteni, hogy azzal mehessünk át az új évbe. Aki tehát veszi a fáradtságot, az rájön arra, hogy ez nem fáradtság, hanem nagy öröm és sok áldás forrása, hogyha elkezdi gyakorolni, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened.
mert ez megtanítja hálát adni, és a hála közelebb viszi Istenhez, mert ez megtanítja bízni Istenben, és rábízza a jövőjét, és ez közelebb viszi a tiszta élethez, nem kell a bűnterhet cipelnie, és ha a gonosz utólag eszünkbe juttatja ezeket a bűneinket, amiket megvallottunk, mi újra és újra hálát adhatunk azért, hogy Isten ezekre is teljes bocsánatot adott nekünk Jézus Krisztus érdeméért. Én komolyan gondoltam, testvérek, azt, hogy erre időt kell szánnunk, és ezt meg kellene csinálni. Én tudtam azt, hogy ma este a mi családunknak nem lesz erre ideje, mert itt éjfél utánig a gyülekezeti program igényel mindannyiunkat. Éppen ezért tegnap este egy előszilvesztel tartottunk, amikor semmi mással nem foglalkoztunk, csak számba vettük mindazt, amit Isten cselekedett velünk ennek az évnek az útján. És különös emlékek jöttek elő a feledés homályából. És különösen nagy hálával tudtuk dicsőíteni őt. Kár ezt megvonni magunktól. És ha ma már nem lehet változtatni a programon, ami nem mindig a legépítőbbi szilveszter este és éjszaka, akkor javasolom, hogy holnap szánjunk időt arra, hogy odaállunk ő eléje, és tudatosan engedjük, hogy az ő szent lelke emlékeztessen minket mindarra, amit tőle kaptunk, vagy amit mi nem tettünk meg, és ezzel a szabad, boldog reménységgel menjünk tovább az új évre, hogy ő leveszi a bűneink terhét, hogy ő már most elkészítette mindazt, amire a jövőre szükségünk lesz, hogy ő nem változik. Mi egy évvel megint öregebbek lettünk, ki többet, ki kevesebbet változott, ki előnyére, ki hátrányára. Ő azonban tegnap, és ma, és örökké ugyanaz. És aki ezt komolyan veszi, az egészen másként halad ezen az úton. Imádkozzunk. Édesatyánk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor összecserbeléljük mi is a dolgokat, és kínosan számon tartjuk azt, amit rég el kellett volna felejtenünk, és olyan könnyen elfelejtjük a te nagy csodáidat, meg nem érdemelt ajándékaidat, azokat a cselekedeteidet, amiket a mi kicsi életünkben is végeztél ebben az elmúló esztendőben is. És elfelejtjük az igéket, amikkel világítottál az utunkra, és az imádságokat, amiket felettébb meghallgattál, mint ahogy hinni és elképzelni tudtuk. És elfelejtjük, hogy sok mindent nem nekünk szántál, csak nálunk tetted le, és tovább kellett volna adnunk, vagy tovább lehetne adnunk, és akkor a te munkatársaiddá válhatnánk. Bocsáss meg, hogy a feledékenységünk is vétkes, meg amit megjegyzünk sokszor, az is a bűneinket mutatja csak. Gyógyíts ki minket ebből a fordítottságból, és taníts meg számon tartani a te nagy dolgaidat, és taníts meg elfelejteni minden minket ért sérelmet és egyéb efélét. Kérünk téged, hogy a mi emlékezésünk során is téged hadd ismerjünk meg jobban. Hadd ismerjünk meg annak, aki valójában vagy. Olyan torz képünk van nekünk rólad, bocsáss meg ezt nekünk. Segíts el igazi Isten ismeretre, és helyes önismeretre. És hadd lássuk meg, hogy te még a próbatételeket is a javunkra adod. Magasztalunk téged mindenért, amit ebben az évben adtál és tettél. És köszönjük, hogy nálad készen van a bocsánat, és megtisztulva szabadon mehetünk tovább, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Segíts minket hittel folyamodni ehhez az erőhöz. És készíts nekünk csendességet, amikor engedelmeskedhetünk a te parancsodnak, és megemlékezünk talán nem csak erről az évről, hanem az egész útról, amelyiken hordoztál minket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a folytatást is. Köszönjük, hogy a te kezedben van a jövőnk, és ott jó helyen van. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját telejád, és adjon néked békességet. Amen.